Megkönnyebbülten, mosolyogva léptek színpadra, és vették át diplomájukat a Nyíregyházi Egyetem végzős hallgatói szombat délelőtt az intézmény rektorától. Összesen 398-an szereztek oklevelet az idei tanév végén, közülük csak nem 300-an kapták azt készhez talárban az ünnepi szenátusi ülésen. Nagyon szeretem az egyetemet, hiszen hihetetlen jó a közösség, nagyon-nagyon jók az egyetemi létesítmények, közel van a természethez, itt bármikor ki tudok menni, akár futni, vagy kerékpározni itt a kis erdő. Talán még azt el tudom mondani, hogy a pedagógusok nagyon kedvesek, nagyon közvetlenek, és ez a legjobb benne, hogy tényleg bárkihez oda menjünk, akkor tud segíteni. A legutóbbi felvételi eljárásban összesen 4400-an jelentkeztek a Nyíregyházi Egyetemre, ebből csaknem 1500-an első helyen jelölték meg az intézményt. Az első helyes jelentkezők száma több mint 13%-kal emelkedett a tavalyi évhez képest, mondta el János István rektor helyettes. Ebben nagy szerepe volt a képzési kínálat bővítésének, amit szeretne folytatni az egyetem vezetése. Intézményünk folyamatosan törekszik a megújulásra, mely képzési palettánk bővítésében is megmutatkozik. Ugyanolyan fontosnak tartjuk a stabilitásunk megőrzését és a nyugodt építkező vállalati működésbe kapcsoló struktúrában az emberi és szakmai minőségünk megőrzését. Örömmel jelenthetem be, hogy a Nyíregyházi Egyetem 3200 hallgatójából 2022. júniusában 679-en tettek sikeres záróvizsgát, 398 végzetnek tudunk oklevelet adni, és jelen ünnepségen 298-an fogják átvenni diplomájukat. Ebből 10 korábban tettek záróvizsgát. Vasné Figula Erika, a Nyíregyházi Egyetem rektora ünnepi beszédében azt tanácsolta a friss okleveles hallgatóknak, hogy gyűjtsék össze az intézményben megszerzett tapasztalataikat, és hasznosítsák a megfelelő helyen és időben azokat az új próbatételekhez. Feladatként érdemes tekinteni azokra a tennivalókra, problémákra, amivel az élet szembesíteni fogja önöket. Tanácsolom, hogy soha ne azt keressék, miért nem lehet valamit megvalósítani, elérni, hanem azt, hogy hogyan lehet. Nem szabad félni a kudarcoktól, azokat csak tapasztalatoknak kell tekinteni, amikből tanulniuk kell. A feladatok abszolválásához szükséges a megfelelő önbizalom. Merjenek hinni, bízni magukban, és mindazt, amit eddig tanultak, tapasztaltak, használják fel, és induljanak el saját útjukon. A tanévzárón elhangzott, a Nyíregyházi Egyetem szeretné tovább szélesíteni nemzetközi kapcsolatait, a következő szemesztertől már az általános képzésben is nagyobb szerepet kaphat a távoktatás, a tanárképzés megújítása és megerősítése pedig kiemelt stratégiai célja az intézménynek.